Üres sorok a szekszárdi piacon. A boltok előtt azonban várakozó emberek. A koronavírus terjedése miatt már napokkal ezelőtt korlátozták a legtöbb üzlet nyitvatartását. Az intézkedések a szekszárdi piacot is érintik, csak a boltok lehetnek nyitva a piac téren. Az árusítás nem megengedett. Bár a kormány azt mondta, hogy az idős embereknek tanácsosabb otthon maradni, voltak, akik ugyan tartanak a vírustól, mégis elmentek bevásárolni. Sorba állunk a húsért, de attól eltekintve voltunk már a Baromfi boltban, az ki van ürítve, tiszta, üres minden. Hát most muszáj lesz megpróbálni itt a húsba spájzolni, és nem vagyunk elégedetlenek, de hát azért legalább egy pár napra való húst előkészítünk, hogy a hűtőbe, hogy legyen mihez nyúlni. Vannak viszont, akik nem értenek egyet az óvintézkedésekkel. A piaci árusítás ideiglenes betiltása magukat az árusokat érintette a legnehezebben. Nekik a megélhetésük került veszélybe, mondta az egyikük. Tegnap bejelentette a polgármester úr, hogy zárva lesz a piac. Tegnap előtt olyan kijelentése volt délután, hogy kézfertőtlenítőket fognak kapni az árusok. A bejáratnál fertőtlenítő lesz, amit használni tudnak a vásárlók. Hát elég nagy megszorításban vagyunk, ezzel kerestük a mindennapi megélhetésünket. Azonban nem csak a piacon tartózkodtak az emberek. A posta előtt is folyamatosan várakoztak az ügyeiket intézők. Van, aki csak azért jött el sorba állni, mert a munkahelye miatt muszáj volt neki. Munkahelyemen dolgozom és hivatali ügyeket intézek. Sajnos muszáj. Az új koronavírus Magyarországon eddig 58 embert fertőzött meg. Közülük 47 magyar állampolgár.